Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk egy következő videóhoz. Ahogy láttátok, visszatértem, elkezdtem újra tartalmat gyártani, és arra gondoltam, hogy mivel is mással kezdhetnénk, mint valami jó kis bőrápolásos videóval. És tekintve, hogy megígértem nektek, hogy fogok csinálni egy ilyen kis vélemény videót a Selfless by Hyram skincare-ről, igazából az egész vonalról, így most ezt hoztam el nektek, nyilván ezt a címből ti már láttátok, viszont szerettem volna elmondani, és vissza kell még szoknom a videózáshoz, de ezzel készültem ma nektek, remélem, hogy fog tetszeni. A videó végén el fogom nektek mondani a bőrápolási rutinomat is, most nem fogom megmutatni, viszont el fogom mondani lépésről lépésre, és a képernyőn is fogjátok majd látni. Tehát, ha valaki nem ismeri Hyramat, akkor még nem tévedt rá a bőrápolásos YouTube-ra. Leteszem nektek a linket egyébként leírásba a csatornájához, TikTokon szerintem biztos, hogy mindenki látta már. Ahogy itt látjátok, az Inkylist-tel adott ki egy bőrápolós csomagot. Ezt a csomagot meg tudjátok venni egyébként darabjaiban, illetve egyben is. Hyram elképesztően környezettudatos, és szerette volna ezt belevinni egyébként az egész skincare-be, amit kiadtak, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor azt is el tudjátok olvasni. De kezdjünk bele abba, hogy mik is ezek a termékek. Van nekünk egy centella és zöld tea arclemosónk. Mindent meg fogok nektek mutatni, egy kicsit részletesebben is. Van egy niacinamid és marakujás arckrémünk, retinol és szivárvány alga retinol egyértelműen, mandulasavas és rizses szérum, illetve egy szalicilsavas szérum. Ahogy láthatjátok, ez az egész csomag, természetesen megvettem az egész csomagot, hogy mindenről tudjak nektek mesélni, és még mielőtt belemennénk a részletekbe, szeretném nektek elmondani, hogy valami most történt az arcommal. Nem tudom, hogy mostanra ürülök itt teljesen a spirálnak a hormontartalma a szervezetemből, vagy esetleg mostanra ért be a retinol. Nem tudom, de ahogy látjátok, kifejezetten jó állapotban van a bőröm. Nem tökéletes, de fényévekkel jobb, mint amilyen eddig bármikor is volt az elmúlt 3 évben, amióta ti is ismertek engem. Úgyhogy, ha egészen őszinte akarok lenni, akkor szerintem elég nagy szerepe van ennek a termékcsaládnak abban, hogy az arcom jelenleg így néz ki, ahogy. Ahogy látjátok, direkt nem is tettem fel semmi sminket, hogy tisztán láthassátok, hogy néz ki. Színezett fényvédő van rajtam, de az azért annyit nem számít, hogy bármit nagyon el tudjon takarni. Tehát elsősorban az arclemosó, nem tudom, hogy hogy mutassam meg nektek, de szinte teljesen üres, ugyanis mindent rendszeresen használok. Pár nap múlva érkezik a Revox-ról egy ugyanilyen review, viszont a Hyram-os és a Revox-os cuccokat használom jelenleg csak, úgyhogy bőven van, amiből fogyok ki. Ha megnézitek, így néz ki az arclemosó, egy zselés állagú, habzó arclemosó, viszont ami nagyon-nagyon jó benne, hogy elképesztően gyengéd, egyszer nem éreztem úgy az arcomat arcmosás után, hogy kiszáradt volna és kellemetlen érzés lenne, úgyhogy ez nagyon-nagyon tetszik, elképesztően gyengéd, Bence is tudja használni, szépen habzik, pont annyira, amennyire kell, nem túlzás, könnyű lemosni. Az egész line igazából illatmentes, ugyanis Hyram nagyon illatanyag ellenes. A krémnek van egy kis illata, viszont ez teljesen természetes, nem hozzáadott plusz, úgyhogy minden hozzáadott illatanyagmentes. Összetevőkben nem kifejezetten szeretnék belemenni, megtaláljátok itt mellettem is, viszont hogyha az oldalra rámentek, ott is mindent megtaláltok. Hyramnek van egy csomó videója, ahol nagyon érthetően, nagyon részletesen elmagyarázza, úgyhogy én ezzel most nem nagyon szeretnék foglalkozni. Ez egy olyan arcmosó, amit reggel, este használhattok, majd nem sokára látni fogjátok, hogy az én rutinomban hol helyezkedik el, viszont ezt minden nap tudjátok használni. Következő lépésként szeretném nektek megmutatni a szalicilsavas szérumot, amit egyébként, hogyha megnézitek, akkor lehet látni, hogy van rajta egy kis napocska jel, ami azt jelenti, hogy reggel, vagy hát nappali arcápolási rutinhoz tartozik. Ezen látjátok, van napocska és holdacska is, ami egyértelműen azt jelenti, hogy reggel és este is használható. Nagyon-nagyon folyékony szérumról van szó, de mégis van egy kis zselés hatása.
Nagyon kevés kell ahhoz, hogy az egész arcodat be tud belekenni. Körülbelül 4-5 cseppre van szükséged, és azzal teljesen le tudod fedni az egész arcodat. Azt ugye valószínű már mindenki tudja, hogy a szalicilsavas termékek azok pórus tisztító és olaj zsír kontrollálóak. Nem kifejezetten van mostanában zsíros bőröm, még nyáron se annyira éreztem, de nagyon-nagyon hasznos volt, és smink valahogy még szebben ment az arcomra, és egyáltalán nem voltam rá érzékeny, úgyhogy ennek nagyon örültem. Amit egy mini negatívumnak mondanék, hogy amíg nem járódott be az üveg, látjátok, ilyen nagyon kis, vékony csúcsa van. Össze kell nyomni az üveget ahhoz, vagy hát ezt a tubust, hogy kijöjjön belőle valami. Extrém precíziós tipnek mondják egyébként, viszont az első pár alkalommal nem úgy működött, ahogy kellett volna. Párszor ellocsoltam bele teljesen indokolatlan irányokba, viszont miután bejárodott, azután ténylegesen nagyon könnyen cseppenként tudtam beleadagolni a dolgokat, és amellett egyébként, hogy ez egy szalicilsavas szérum, hidratál is, úgyhogy ezt is nagyon szerettem, nem sokára halljátok, hogy mikor használom. A következő az egy mandulasav, amit lehet, hogy hallottatok már, az egyik leggyengébb hámlasztó sav, ugyanaz a kis tubus, mint az előbb. Csöpögtető módszer, teljes mértékben ugyanaz az állaga, mint a másiknak. Elképesztően gyorsan beszívódik a bőrödbe, ezt este ajánlják, hogy használd. Nem tudok kifejezetten olyat mondani, hogy mit érzel, vagy mit látsz másnak, miután felvitted, mert egyik se egy extrém erős szérum, ami azért lesz jó a legtöbbünknek, mert akinek érzékeny bőre van, az is tudja használni, és lehet, hogy egy picit tovább fog tartani, mire eredményeket látsz, de nem fogod túlérzékenyé tenni az arcod, és nem lesz rossz, negatív reakciója egyik termékre se. Legalábbis nálam ez volt a helyzet, aminek kifejezetten örülök. A következő szérumunk az a retinol, amit a videó elején említettem már nektek, és ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokszor használtam már retinolt, különbözőféle retinolokat, de ilyen sokáig szerintem még egyet se. És ami miatt ez fontos, édesanyával beszéltük ma, hogy nem tudom, hogy mitől lehet ilyen jó állapotban a bőröm, és arra gyanakszom, hogy soha nem csináltam még ilyen végig a retinolt, és mindig a purging szakasznál igazából abba hagytam, és mindig, amikor újra kezdtem, akkor újra megvolt a purging szakasz, és sose jutottam el arra a részre, amikor a tényleges hatásait ki tudom élvezni. Úgyhogy véleményem szerint ez lehet a helyzet, ugyanis amellett, hogy alapból is pattanásos voltam ugye a hormonok miatt, még a retinol is rátett, de emellett néha érzékenyé is tette a bőröm, és egy kicsit irritált volt. Ezzel nem volt ilyen egyszer se. Szeretném megmutatni ennek is az állagát. Látjátok, ez egy kicsit sűrű, viszont így is egy határozott szérum állag. Ennek sincsen semmi illata, soha nem volt tőle érzékeny a bőröm, ami nagyon-nagyon nagy pozitívum. És ami még nagyobb pozitívum, hogy egészen nyugodtan kenhettem bármikor nyakamra, dekoltázsomra, az is elbírta, úgyhogy nagyon örülünk neki. Természetesen ez azért is van, mert alacsonyabb koncentrációban tartalmaz hatóanyagot, viszont emiatt nagyon sok olyan ember is tudja használni, aki észlelt már érzékenységet retinolra. És az utolsó, nagyon-nagyon nagy kedvencem, ami szerintem a holnapi napot még ki fogja bírni, viszont utána elfogy, és egyedül azért nem fogom újra venni, mert télbe megyünk, és olyankor egy kicsit szárazabb mindenkinek a bőre, ugyanígy az enyém is, és egy kicsit vastagabb krémet fogok kenni napközbenre is, viszont nyáron ez csoda. Niacinamid és marakuja zselés krém, egy gél krém igazából. Egy csodálatos krém. Ennek van egy kis illata, de annyira lágy,
elképzelni nem tudjátok, hogy miután ez egy picit beszívódik, és csak egy nagyon-nagyon lágy kis ragacsos réteget hagy maga után, de ez nem a legjobb szó, nehogy megijedjen tőle senki, egy ilyen bársonyosan ragacsos réteget hagy maga után, amire annyira fantasztikus sminkelni, hogyha nem tesztek primert, akkor is tökéletesen ül a bőrötökön. Rengeteg review-t megnéztem róla egyébként, Dr. Dre-től kezdve influencereken keresztül, és nagyon sokan mondták, hogy igazából semmi extra nincsen benne, teljesen általános hatóanyagok, meg hogy ami van benne az egyébként ilyen marketing fogás, és hogy nincs is igazán haszna. De őszintén megmondom, hogy nagyon királyak a termékek, és inkább legyen egy kicsit általánosabb, de hatásos, mint hogy legyen benne valami extra, ami miatt nem tudod használni, vagy nagyon sok ember érzékeny lesz rá. Úgyhogy összességében nekem nagyon bejöttek a termékek, mi sem mutatja jobban, mint hogy javul az arcom napról napra. Nem biztos, hogy csak emiatt, de én ennek is tulajdonítok egy jó nagy részt ebben a fejlődésben, és akkor jöjjön az, hogy mit használok a bőrömre. Kezdjük először a nappali bőrápolási rutinommal, ami természetesen úgy néz ki, hogy reggel felkelek, és megmosom az arcom a hyromes arclemosóval. Ezt mindig így csinálom, majd télen lesznek valószínűleg olyan napok, amikor nincsen este olyan sok aktív az arcomon, akkor csak vízzel fogom leöblíteni, viszont most még ez az aktuális rutinom. Ezután szokott jönni a szalicil savas szérum, amit követ egy C-vitamin szérum. Ezután olyan esetben, hogyha nagyon fel vagyok puffadva, akkor szoktam koffeines szérumot feltenni. Amihez el szeretném nektek mondani, hogy múltkor volt egy kicsit nagyobb kiborulásom este, ami egy jó fél órás sírást jelent, és másnap olyan szemekkel ébredtem fel, hogy nem mutatkoztam volna szívesen nyilvánosan, illetve ki se nagyon tudtam nyitni a szemem, annyira be voltam dagadva, szemöldöktől így igazából under eye-ig, és amikor gondolkoztam, hogy nincsen jég, de el kellene menni jégért, akkor mi legyen? Eszembe jutott, hogy a koffeinnek a legnagyobb ígért hatása az a puffadás lehúzása, úgyhogy kipróbáltam, és képzeljétek el, jó vastagon bekentem az egész szemkörnyékemet vele, és fél órán belül olyan vállalható állapotba hozott, amit nem hittem el, és ha gondolok rá, hogy ennyire nagy lesz a változás, akkor csinálok előtte-utána képet. Azóta még nem volt ilyen, de hogyha lesz még egy hisztirohamom, akkor másnap reggel le fogom fotózni az arcom, és csinálok nektek egy előtte-utána képet, mert elképesztően látványos. Nem számítottam rá, hogy ennyit fog javítani, de így volt, úgyhogy nagy taps neki. És amikor a koffeint is felvittem, utána jön egy hidratáló, ami ugye látjátok, hogy a hármas, és természetesen attól függ, hogy milyen kedvem van aznap, jöhet a naptej, ami a legfontosabb, azt sose hagyjuk ki. Ez minden egyes nap a bőrápolási rutinom reggel. Ami azt jelenti, hogy minden nap használok szalicilsavat, amit nem szoktak nagyon ajánlani, felépítettem. Ami azt jelenti, hogy először csak 3 naponta használtam, utána 2 naponta, utána hetente csak 4-szer mondjuk. Most ott tartunk, hogy minden nap használom, nem vagyok rá érzékeny, nem pirosodik a bőröm, úgyhogy ez is mutatja, hogyha odafigyeltek és lépésenként építitek fel, akkor egy nagyon gyengébb szalicilsavas szérum. Az esti arcápolási rutinomat szét szoktam bontani 3 napra. Ezt is egyébként Hyram ajánlotta, úgyhogy megpróbáltam, és jelenleg nagyon beválik, ami úgy néz ki, hogy van egy retinolos nap, utána van egy hámlasztós nap, és utána van egy hidratáló nap. Mondom, hogy melyik hogy épül fel. Minden este természetesen először is lemosom a sminkemet ezzel a naturiumos olajos arclemosóval. Tudjátok már, 2-fázisos arclemosás, ez az olajos fázis. Miután ezt lemostam, ezután jöhet egy zselés arctisztító, arclemosó, és kezdjük először ugye a retinolos nappal. Nagyon fontos, hogy arclemosás után teljesen megvárom, hogy megszáradjon a bőröm, vagy teljesen szárazra törlöm.
Ezután jöhet maga a retinol szérum. A retinol mellé nem mindig, de néha szoktam tenni pluszba egy peptides szérumot, ez ugye a Revox, látjátok, és ezután pedig még egy multipeptides hidratálót, megint csak a Naturiumtól szoktam használni első nap. A második nap a hámlasztós nap. Ilyenkor is ugye a kétfázisos lemosás az ugyanaz. Itt viszont nem mindig várom meg, hogy teljesen megszáradjon a bőröm. Nagyon-nagyon lágyan felszívom a vizet a bőrömről, de nem törlöm teljesen szárazra. Ilyenkor jön a mandulasav. Itt is van, hogy teszek még valamit pluszba, de legtöbbször inkább nem. Hagyom csak magában a mandulasavat. És hogyha így van, egy valami, amit minden este használok, az a peptid szérum. Nem tudom, látszik-e, hogy mennyi van benne. Szerintem ez is nagyon-nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy jelenleg így néz ki az arcom. Tehát mandulasabb, utána a peptides szérum, és ugyanúgy a peptid hidratáló. És a harmadik nap, ami a hidratálós nap, az egy nagyon fontos nap, mert retinol, hámlasztás, vissza kell építeni egy kicsit a bőrnek, a védőrétegét hidratálni kell, fel kell egy kicsit pumpálni, úgyhogy ilyenkor szokott jönni a hialuronsav, amit ha megnézitek, nem is látszik már, hogy milyen kevés van az aljában. Első lépésben még nedves arcbőrre a legfontosabb, a hialuronsavat használtok, mindig nedvesnek kell lennie az arcbőrötöknek, hogy ez most egy hidratáló tonik, vagy vizesen hagyjátok az arcotokat, az teljesen mindegy, de muszáj, hogy legyen nedvesség a bőrötökön, ugyanis ha száraz bőrre kenitek fel, akkor a környezetből próbálja elszívni a vizet, viszont a levegőből nem fog tudni elszívni annyit, amire szüksége van, és a bőrötökből szívja, ami azt jelenti, hogy pont az ellenkező hatást fogjátok elérni, ugyanis nem hidratálni fogja a bőrötöket, hanem ki fogja szárítani. Ezután jön niacinamid, imádom. Így, ahogy használom, tökéletes. Valószínű, hogy egy nagyon lájtos kis érzékenységem van niacinamidra. Nem tudom minden nap használni, ezzel semmi baj nincsen. Hidratáló napokon szoktam elővenni. Ezután jöhet megint csak a peptid szérumom, és megint csak a peptides hidratáló. Így néznek ki jelenleg a napjaim. Az arcom nagyon jól érzi magát, én nagyon örülök neki, hogy végre kezd rendbe jönni, és nem okoz problémát. Eddig se okozott, de most már egy kicsit magabiztosabban ülök le a kamera elé, totál smink nélkül. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, nem sokára érkezik a Revoxos review is a csatornámra. Ha észrevettétek, akkor hétfő, szerda, pénteki menetrenddel működünk, megpróbálok egy fix időpontra beállni, a nagy csatornán mostantól 3 videó lesz, ha minden jól megy, nem szeretném elkiabálni, de egyelőre úgy néz ki, hogy 3 videóval fogok működni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, kíváncsi vagyok, hogy van-e bárki, aki vett ebből a kollekcióból, talán mondhatjuk így, hogyha igen, akkor írjátok le, hogy nektek mi vált be, mit fogtok újra venni, vagy mit nem, és ha van bármi bőrápolással kapcsolatos dolog, amit szeretnétek, hogy kipróbáljak, akkor azt írjátok le a kommentrészekbe. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok nekem egy lájkot, mert valószínű, hogy szükségem van egy kis segítségre az algoritmus visszaállításához. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!